Az Entai Tehetségek Fesztiválja 4 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy időről időre bemutatkozási lehetőséget biztosítson a község tehetséges fiataljai számára. Az alap kritérium, hogy olyan diákok lépnek fel, akik már bizonyítottak. Szóval valamilyen versenyen eredményt értek el, illetve kibontakozó tehetségük a tanár szemében elismerést nyert, és úgy látszik, hogy ők sokra fogják majd vinni. A fellépő diákok között minden évben akadnak olyanok is, akik nem csak a községi versenyeken bizonyítottak, hanem a magasabb szintű előadó művészeti vetélkedőkön is eredményesen szerepeltek. Mivel léptél fel a fesztiválon? Liszt Ferenc egyik művével, a Funeraljjal, és ez elég nehéz mű, de én ezt a művet választottam, úgy gondoltam, hogy ez jó lesz erre a fesztiválra. Sok mesemondón és próza mondó versenyen vettem már részt, ahol külön díjas és második helyzet is lettem, de lettek ennél egy kicsit jobb eredmények is. Melyikre vagy a legbüszkébb? Hát a mesemondó versenyen, ahol második helyzet lettem. Mivel vettél részt a fesztiválon? Kovács Barbara a csacsival. Miért pont ezt választottad? Hát, mert nekem ezt tetszett a legjobban. Mi az, ami megfogott benne? Hát, például szerepel benne egy csacsi, meg kisfiú, meg... Hát, minden jó volt benne. Az Entai Tehetségek Fesztiválja szervezői a következő évben még sokszínű programmal tervezik megünnepelni a rendezvény jubileumát. Ugyanis azt szeretnék, ha az elmúlt évek legsikeresebb fellépői újra bemutatkoznának majd az entai közönségnek.